Mindenki olyan vehemensen ad elő, hogy ezt teljesen eltolja. Tisztelt Hölgyeim és Uram, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Téglási Kristóf vagyok, az ifjúságügyi főosztály vezetője az EMMI-ben. És egy nagyon rövid pontosítást hagyj tegyek, a drogstratégia kormány elé kerül mostanában, és reményeink szerint ebben a tavaszi ülésszakon be is fog kerülni az országgyűlés elé. Nyilván, amiről a Péter beszélt, a szövege az nem fog változni. Reményeink szerint avval a szöveggel, amivel bekerült a közigazgatási államtitkári értekezletre, illetve a kormány elé, az a szöveg fog menni az országgyűlés elé is. Abban, hogy miben más és miért kellett új drogstratégia, ezt már nagyon sokszor sok helyen megbeszéltük. Grezsa Ferenc nyilván nálam ennél sokkal kompetensebb, hiszen ő a kezdetektől irányította azt a szakmai munkacsoportot, aki összerakta a drogstratégia alapját, de a Feri is elmondta, és a célkitűzések és a szakmai alapvetések azok nyilvánvalóan a 2 meg 2, az 2009-ben is, 2013-ban és valószínűleg 2020-ban is 4 lesz. Én azt gondolom, hogy a szemléletmódban és a hangsúlyokban és a prioritásokban viszont lényeges különbség van a két anyag között. Természetesen a mostani anyag javára, és nem csak azért mondom ezt, mert nyilván ezt tisztem ezt mondani, hanem mert valóban magánemberként is így gondolom. A mai konferenciának tényleg elég talányos és, hogy fogalmaz, izgalmas címe volt. És én reméltem is, hogy a békepipa az azt jelenti, hogy egy konstruktív együttműködésnek a sokatszor megpróbált első, vagy nem tudom hányadik lépése lesz ez, hiszen már 2011-ben is, amikor ugyanezen a konferencián én itt voltam, akkor én ugyanezt ajánlottam föl. Azóta ez nem mindig jött össze, de talán most reméltem, hogy ez valóban össze fog jönni. Aztán, amikor az Ákos itt vérfürdőről és nem tudom, lefejezésekről beszélt, akkor kicsit megijedtem, hogy most előveszik itt a Battlefieldet, ami itt ki van rakva a képernyőre, és akkor itt ilyen gyilkolószós játékokat fogunk játszani, de aztán szerencsére nem erre felé ment el a történet. Én inkább arról beszélnék most egy pár szóban, hogy mik azok a legfontosabb lépések, amik előttünk állnak. Tehát ne a múltról, vagy ne is a jelenről beszéljünk, ezt meg fogja helyettem tenni más Éva és más szakemberek meg megtették már előttem. Egy-két olyan dolgot említenék, ami inkább a jövőre vonatkozik. Az, hogy milyen, ugye szóba került már, ha jól emlékszem, Erika említette a TÁMOP 5-2-5-5, és nem tudja, hogy lesz-e folytatása. Vannak olyan programok, amik érintik, és néhol elég hangsúlyosan érintik a kábítószer területet. Ezekből is elsőként a norvég finanszírozási mechanizmust emelnénk ki, ugye norvég alapnak szokták ezt köznyelven mondani, aminek van egy olyan projektlába, ami a járóbeteg gyermek és ifjúság addiktológiai szakellátás fejlesztésére irányul. Ennek 2013 második, harmadik, negyedévében lesz a kezdése, és 2015 végén a zárása. Erre 70 millió forintot ad a norvég alap. Van egy szintén 2013 őszén kiírandó, vagy lesz egy 2013 őszén kiírandó pályázati felhívás, hiányzó szakellátási struktúra kialakítása, infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztése régiós szinten, tehát a központi és a vidéki régiókban 400 millió forint fölötti összeggel. Beszélünk el a mentális egészségügyi koordinátori hálózat létrehozásáról, ami közvetve, de szintén érinti ezt a területet, hiszen elsődlegesen az aktív pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg osztályok bázisán fog ez létrejönni, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a kifejezett célja a pszichiátriai és addiktológiai megbetegedésben szenvedőknek és a családtagjaiknak az ellátásának a hatékonyabbá tétele. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a családtagokkal és a szűkebben vett közösségekkel is foglalkozzon, illetve az ellátásból történő kiesésük megelőzése, illetve van egy kiemelt lába szakmai és a finanszírozási feltételrendszer kidolgozása, 70 millió forint.
Lesz egy pályázati felhívás ezzel kapcsolatban koordinátorok foglalkoztatására, több mint 460 millió forint tért lesz ez, vagy elérhető forrással. Most nem adtam össze, de azért látszik, hogy itt jelentős összegekről beszélünk, hogyha ezeket a pénzeket összeadjuk. És nem szabad elfelejteni, és fontos kiemelni a lelki egészségközpontok létrehozását. Ez kistérségi szinten fog megvalósulni. Körülbelül 30 vagy 40 darab ilyen LEK létrehozása várható, kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekbe, vagy a leghátrányosabb helyzetű térségekre koncentrálva. Ez egy TÁMOP 612 program keretében létrehozandó egészségfejlesztési irodák tevékenységéhez fog kapcsolódni, tehát a két rendszert megpróbáljuk úgy felállítani, természetesen az egészségügyi államtitkárságon dolgozó kollégákkal együtt, illetve hát az ő vezetésükkel dolgoznak ezek a munkacsoportok, tehát megpróbáljuk úgy összehozni, hogy a két rendszer egymással ne kioltsa, hanem erősítse egymást, ne átfedések legyenek, hanem az erre hasznosítható forrás az jól hasznosuljon, hiszen azt mindenki tudja, és ez egy ilyen alapvetés, hogy ha szűkülnek a források, akkor azt úgy lehet kivédeni, vagy úgy lehet kisebbíteni a problémát, hogyha a meglévő forrásokat minél hatékonyabban használjuk föl. Ennek a hatékonyság növelésnek pedig az a legjobb módja, hogyha az átfedéseket és a pazarló rendszereket átalakítjuk. Egyébként a LEK-ek létrehozására 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre, tehát ez is egy jelentős összeg. És akkor visszatérnék arra a kérdésre, hogy lesz-e 5-2-5 TÁMOP. Természetesen ugye az uniós költségvetési ciklus, az mindenki ugye 7 éves ciklusokban dolgozik az Unió, ez 2014-2020-as költségvetési uniós ciklust jelent, amely három nagy területre fog koncentrálni, hogyha 100%-nak vesszük az Uniótól 7 év alatt megkapható forrásokat, ennek nagy része a gazdaság élénkítésre fog fordítódni, egy kisebb része a közigazgatás fejlesztésre és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások fejlesztésére, és egy része pedig az úgynevezett emberi erőforrásokkal kapcsolatos, vagy emberi erőforrásokkal, igen, így van ez a neve neki, kapcsolatos tevékenységekre. Ez az úgynevezett EFOP program, és 2014-től 20-ig ebben fog helyet kapni a minden olyan terület, ami egyébként most az EMMI-n belül van. Ehhez kapcsolódva szeretném jelezni, hogy látva a rendszernek a zökkenőit, ezt a 2014-20-as EFOP programot már nem az NFÜ fogja vezényelni, hanem kifejezetten ez az EMMI felelőssége lesz, és az EMMI-n belül lesz egy olyan részleg, aki ennek a Európai Uniós programoknak a futtatásáért, minél hamarabb való kiírásáért, a pénzek lehívásáért, a pénzeknek a célszervezetekhez, célszemélyekhez, pályázókhoz való eljuttatásának a felgyorsításáért felelős. Tehát nekünk is sokszor volt olyan problémánk az NFÜ-vel, hogy többszörös egyeztetések kellettek ahhoz, hogy valami menjen, ezt most minisztériumon belül meg tudjuk oldani. És ennek az EFOP 2014-20-as programnak a tervezése ez most folyik a minisztériumon belül. Természetesen ezt az Európai Unióval, illetve a bizottsággal le kell egyeztetni, de azt örömmel mondhatom, hogy viszonylag rendhagyó módon az EFOP programban egy külön, most nevezzük zsebnek, foglalkozik az ifjúságügyi területtel. Ez azért rendhagyó, mert ilyen szakterület nem szokott külön zsebet kapni, ez sokkal nagyobb, tehát kultúra, meg egészségügy, meg ilyen részek szoktak külön fejezeteket, vagy ilyen al zsebeket kapni. Az ifjúságügynek sikerült kiharcolni, hogy egy külön része legyen, amiben természetesen az ifjúságügy alatt értem azt a kábítószer koordinációt, vagy a kábítószer kezelésével foglalkozó területet is, hiszen ez az ifjúságügyön belül van. És ezt a
Ezt a tervezést természetesen végezzük, ebbe számítunk, és helyettes államtitkár is beszélt a szakmai szervezetek vezetőivel, kaptunk is javaslatokat, amit ezúton köszönünk. Én azt gondolom, és ugye pontos számokat még nem lehet mondani, hiszen tervezési szakban vagyunk, de ez a kollégáim nekem azt mondták, hogy 3-5 milliárd forintot jelent csak kifejezetten kábítószer koordinációs vagy kábítószer probléma kezelésére fordított területre, ami ugye ez a 7 éves ciklus általában úgy szokott nézni, hogy egy év a felkészülési idő, 5 évig futnak ezek a dolgok, és egy év a lecsengetés. Tehát praktikusan az 5 aktív évre egy 3-5 milliárd forintot tudunk kábítószer kezelésre és a kábítószer probléma kezelésére fordítani, ami azt gondolom, hogy elég jelentős, valamint az EFOP-on belül ki lesz terjesztve az úgynevezett védett lakhatás és a védett munkahely program is a kábítószer használók, illetve ezzel a problémával küzdőkre, tehát az ő reintegrálásuk a társadalomba egy ilyen védett lakhatás és védett munkahely programmal is segítendő majd, amit az EFOP finanszírozni fog. És hát ugye a fontos feladatok sorában ne felejtsük el, hogy mindezeket az intézkedéseket, mindezeket a terveket az elfogadandó drogstratégia, a cselekvési terve vagy akcióterve fogja konkrét formába önteni, amit ugye az országgyűlési határozat elfogadásától számított 3 hónapon belül kell benyújtanunk, és be is fogjuk nyújtani. És ebbe az akciótervbe meg lehet találni a konkrét intézkedéseket, meg lehet találni az ehhez rendelt konkrét forrásokat, felelősöket és határidőket, és természetesen majd utána ezeknek a végrehajtását számon is lehet kérni. Köszönöm szépen!